és hogy támogatják ennek a rendezvénynek a bonyolítását. Köszönöm szépen a Political Capital munkatársainak is a rendezvény megszervezését. Végül pedig, de nem utolsó sorban, köszönöm azt, hogy Michael itt van velünk. Michael egy nagyon ismert, oknyomozó riporter, újságíró, aki nagyon sok konfliktus helyszínére látogatott el Irakban is, és más helyeken is, írt egy könyvet, amely a New York Times bestseller listáján szerepelt, az ISIS-ről írta ezt a könyvet. Nagyon érdekes volt a könyv. Ezen kívül a Szabad Oroszország Kutatóintézet munkatársa hírlapoknak ír, és nagyon sok riportot is ír. Az egyik riportból gyakorlatilag biblia jellegű olvasmány lett. Ezt Peter Polancevvel közösen írta ezt a riportot. Az itt szereplő információk Oroszországról gyakorlatilag frusztráló tapasztalatot vagy élményt jelentenek az ember számára, mindenféleképpen a mai tapasztalatok fényében még érdekesebb a korábban megírt riport. Ezen kívül írt riportot arra is, hogy milyen pszichológiai befolyásolás valósul meg az orosz felderítés területén. Erről is írt egy könyvet, ez nem sokára fog megjelenni. Akkor, amikor arról van szó, hogy minél többet meg lehessen ismerni Oroszország tevékenységéről és a tettek háttéréről, akkor, amikor erről ír Michael, akkor gyakran kritizálják a nyugatot, hogy alábecsüljük azokat a veszélyeket, amelyeket Oroszország tartalmaz. Michael most van először itt Budapesten, nagyon örülünk annak, hogy eljött hozzánk. A panelbeszélgetés során fogunk tudni erről még ezekről a kérdésekről részletesebben beszélgetni. Most azonban szeretném még tájékoztató jelleggel elmondani azt, hogy körülbelül 2 órára terveztük ezt az eseményt. Fontosnak kell lennünk, hiszen az amerikai nagykövetség szervezésében vagyunk itt, és az ő részükről is ez a kérés nyilvánult meg. Az amerikai nagykövetség részéről is el fog hangzani néhány szó, majd ezt követően Michael Weiss fog előadást tartani, és nagyon sokat fog beszélni Ukrajnáról, a dezinformációról, és arról, hogy ez a jelenlegi háború milyen hatást gyakorol az amerikai politikai belföldi dialógusra. Röviden be fogjuk mutatni annak a tanulmánynak az eredményeit is, amelyek arról szólnak, hogy milyen imázsa, arculata van az Egyesült Államoknak Magyarországon. Majd ezt követően lesz egy kerekasztal beszélgetés, Inotaian fogja ezt moderálni. Ebben részt fog venni Zöldi úr is, aki nagyon sok munkát folytat, Zöldi Blanka, aki nagyon sokat foglalkozott azzal, hogy hogyan kezeljük, illetve milyen hatásai vannak az ukrajnai háborúnak. Ezen kívül Rácz András, jól ismert Oroszország szakértő, a Nemzeti Közszolgálati Egyetemről. És ezzel át szeretném maradni a szót néhány üdvözlő szó erejéig az amerikai nagykövetség képviselőjének. Jó napot kívánok, hölgyeim és uraim! A célom az, hogy a lehető legrövidebben beszéljek itt.
annál is inkább, mivel nagyon érdekes panel beszélgetése fog itt sor kerülni, hogy sokkal inkább érdekel bennünket az, hogy mi fog itt az előadók részéről elhangzani. Péternek nagyon köszönjük, hogy segített együtt működni ennek a rendezvénynek a megszervezésében, úgyhogy köszönjük a Political Capital együttműködését. Nagyon érdekes az a téma, amellyel ma itt foglalkozni fogunk, az ukrajnai háborúról van szó. Ma azt hiszem, hogy az emberek nagy része nehezen tudja elkülöníteni, megkülönböztetni az igaz és hamis képeket. Azt hiszem, hogy gyakorlatilag a megtévesztés az mindig is az emberek tulajdonsága volt. Például mondok egy dolgot, az apámnak a neve Mendez volt, majd az ő neve gyakorlatilag egy Wendell Wilkinről lett elnevezve, Roosevelt korában volt politikus. A nagyanyám Rooseveltről azt hallotta, hogy titkon kommunista, és egyáltalán nem akart semmiféle közösséget semmilyen kommunistával vállalni. Tehát Roosevelt ellenzéki politikusáról nevezte el apámat. Na most természetesen itt a hamis, illetve igaz információk tekintetében nyilvánvaló, hogy az internet olyan óriási hatást ér el, amilyenre korábban nem volt példa. Azt nyugodtan elmondhatjuk azt, hogy ez nem csak Magyarországon itt van így, hanem mindenhol. Gondoljunk csak az amerikai elnök választásra, tehát ez a probléma jelentkezik mindenhol. Nagyon ukrajnai háborúval kapcsolatban számos szívfacsaró képet látunk. Nagyon sokan készpénznek veszik ezeket az információkat. Sokan készpénznek veszik azt is, hogy nyugatot lehet kritizálni ennek a konfliktusnak a kibontakozásáért. Nyilván nagyon sokan próbálnak meg félrevezetni embereket, és sokan sikeresen csinálják ezt. Ugyanakkor nem szabad, hogy megszakadjon a szívünk. Tudnunk kell azt, hogy a közösségi média dezinformációt is terjeszti, de az igazat és nevezetesen azt, hogy a dezinformáció az oroszok egyik fegyverének számít. Tehát komoly erőfeszítéseket kell tenni az igazság keresésében. Köszönöm szépen a figyelmüket, és nagyon nagy izgatottsággal várom a beszélgetést. Köszönöm szépen mindannyiuknak, hogy eljöttek. Általában, amikor előadást tartok arról, hogy milyen az orosz dezinformáció, jobban szeretek papír nélkül beszélni, mert így szabadabbnak érzem a gondolataimat. Akkor, ahogy már említést nyert, pár évvel ezelőtt írtunk egy riportot, és arról Putyin Oroszországáról, illetve a kommunizmusról beszéltünk, illetve írtunk. A szovjet dezinformációs sémákat megpróbáltuk a háborús válság időszakával összevetni, illetve megvizsgálni ebből a szempontból is azt, hogy milyen piszkos háború folyik Donbaszban. Lehet, hogy önök közül többen emlékeznek arra, hogy milyen hamis hírek terjedtek korábban. Volt egy olyan történet, miszerint az ukrán védők feláldoztak egy gyereket. Attól függően, hogy milyen orosz forráshoz fordultunk, ez hol fiú volt, hol lány volt, hogy kisebb, hol nagyobb. Mindenesetre lángra lobbantotta ez a tény, ez a hír az interneten. Úgyhogy szerettük volna ezt mélyebben megvizsgálni, hogy készül az a mix, aminek a végén kijön a darálóból a virsli, milyen aktív
eszközöket lehetett itt bevetni annak érdekében, hogy a tényleges történetet fel lehessen tárni. Ezt a konspirációs technikát, amit tapasztalunk manapság, nyilvánvalóan lehetett tapasztalni korábban is, például a Kennedy gyilkosság kapcsán. Az amerikai lakosság nagy része gondolja mai napig azt, hogy a titkosszolgálatok voltak felelősek Kennedy haláláért. Tehát mit akarok ezzel mondani? Ahhoz, hogy nemzetközi botrányt lehessen kelteni, újságírókat toborzott az iménti példához kapcsolódóan az orosz titkos szolgálat. Meggyőzték az újságírót, akit rávettek arra, hogy írjon egy cikket, azt szerkeszte, jelentese valahol meg. Nyilvánvaló az, hogy ha időben nem állítják le a fals információkat, akkor ezek vírusszerűen terjednek. Manapság igen egyszerű a helyzet. Bármit föltehetünk az internetre, és akkor az ideológiai híveink azt nyomon fogják követni, egyre jobban terjedni fog. Még azok is terjeszteni fogják ezeket a hamis híreket, akik nem feltétlen az orosz titkosszolgálati propagandát kívánják terjeszteni. Tehát egyértelmű az, hogy igen, könnyen napirenden lehet szerepeltetni különböző témákat. Gondoljunk például az USA elnökválasztási időszakára is. Most gyakorlatilag globális jelenségről beszélhetünk. Az Egyesült Államokban gyakran beszélnek arról, hogyan lehet küzdeni a dezinformálás ellen. Erre vonatkozóan különböző központok, szervezetek jöttek létre, kormányzati szervezetek annak érdekében, hogy megvizsgálják, hogyan lehet a legjobban tenni a dezinformációk ellen. Az elmúlt három hónapnak egyik eredménye, noha ez nagyon csekély eredmény, hogy az ukrán háborút illetően az oroszok igen kemény időt éltek át annak érdekében, hogy bármilyen értelmes információt tudjanak terjeszteni. Nyilván hallottunk mariupoli kikötői támadásokról szóló félrevezető információkat, híreket arról, hogy az invázió gyakorlatilag elkerülhetetlen volt, stb. Alapvetően két-három dolog történt az elmúlt három hónapban, aminek segítségével lehet törekedni afelé, hogy le lehessen állítani az oroszokat. A titkosszolgálati fals információk terjesztése viszonylag sikeresen határok közé lett szorítva. Ezen kívül megtanultuk azt is, hogyan lehet ezek ellen fellépni. A különböző terrorista támadásokról szóló orosz híresztelések, az óvodák elleni támadásokról szóló híresztelések, hiába az oroszok szemében blöffök, ezek a dolgok ténylegesen megtörténnek. Nagyon sok riportot olvastam, szivárogtatásokat is, amelyek az orosz titkosszolgálatoktól lettek ki szivárogtatva arról, hogy meg kell próbálják enyhíteni, csökkenteni ennek az egész válságnak a jelentőségét. Katonai szempontból azt kell, hogy mondjam, Ukrajna rendkívül sikeres volt. Nyilván a dezinformáció és az információ hiány és a rosszul tálalt információ között különbséget kell tenni.
elég ködös volt rögtön a háború indulásakor, az információ nem igazán hitt abba senki, hogy Ukrajna ellen tud állni az orosz támadásnak. Meg az oroszok ugye abban reménykedtek, hogy a támadást követően Ukrajnában egy belső felkelésre fog sor kerülni, ami az ő malmukra hajtja a vizet, és ennek eredményeképpen a rendszert valamilyen szinten meg lehet változtatni. Tehát ez egy vágyvezérelt gondolkodás volt az oroszok részéről. Sikerült az ukránoknak ugyanakkor rendkívüli módon fellépni ez ellen. Mi nyugaton évtizedeken keresztül tanulmányoztuk az ukrán, az orosz propagandát, és oly mértékben vitték ezt túlzásba, hogy azt hittük, hogy tényleg tudjuk azt, hogy Putyin mit gondol. Az ukránok viszont le tudták ütni az oroszok labdáját. Tudjuk azt, hogy az oroszok ott vannak most Donbaszban és Luganszban, de megállapítható az, hogy ez a háború többet tett, mint bármely, amit ki tudott volna találni a különböző, ki tudtak volna találni különböző agytrösztök. Tehát most a napirenden szereplő elképzelések szerint Ukrajna megnyeri a háborút. Egy hónappal ezelőtt Kijevben jártam, sokakkal beszéltem, ugye újra nyitottuk az ottani amerikai nagykövetségünket. Látjuk azt, hogy az ukránok hogyan gondolkodnak, hogyan gondolkodnak, milyen hangulatban vannak. Látható az, hogy katonai szempontból számukra az oroszok nevetségesé váltak, tolvajok és gyilkosok. Kijevben nagyon sokan aggódtak afelől, hogy az Egyesült Államok hogyan fog fellépni. Nem értettem, hogy miért kérdezik tőlem ezt. Le fogja állítani Amerika segítségnyújtást fegyverek szállításában például? És valóban, ez egy olyan ország, amely rengeteg energiával, beruházással, ráfordítással próbál megérteni egy háborút egy keleti ipari régióban. És mindez egy országos háborúvá duzzadt amott. A szociális kohézió, a lakosság összetartása, integritása nagyon kevés hírt kapott, fényt kapott ott, a civil társadalomban, politikusok körében, és akik továbbra is most megfelelő anyagokkal tájékoztatnak a háborúról. Amott saját országomban pedig olyan, mintha a dezinformáció egy soha nem látott csúcsra jutott volna. A polarizáció, a társadalom széthúzása, az, hogy van egy objektív, hogy nincs objektív igazság, minden valamilyen farta, személyes narratíva, nincsenek empirikus tények, amikre támaszkodni lehetne. Most először végre valaki nemzetközi ügyek és külpolitika terén dolgozva a saját országomból egy másik országot tudom annak a prizmáján keresztül megnézni, és jobban megértem, mint az Egyesült Államokból korábban tetten. Mindezzel azt szerettem volna mondani, hogy itt az ideje annak, hogy befejezzük végre azt, hogy úgy gondolkozunk, hogy hogyan lehet a kisebb országokat megtanítani, vagy instruálni valamire. Olyan országokat, amelyek a gyarmatosítás, a megszállás elszenvedői voltak az európai keleten különösen. Ukrajna most generációk számára lesz a nyugat oktatója, és úgy gondolom, hogy megmutatja azt, hogy hogyan lehet fellépni, nem csak a hamis hírekkel, a félretájékoztatással szemben. Nem, már nem csak erről van szó, nem a Facebook reklámokról, a Twitter hashtagekről, nem. Az emberi
intelligencia az, amit használnak. Az emberek külföldre mennek, próbálják a félretájékoztatást helyre rakni, a forrásokat feltárni. Oroszország feltárják azt, hogy Oroszország finanszírozza az európai szélsőjobboldalt, akár az európai parlamenten belül is. Ezek tehát azok az elemek, amelyek megtanítják nekünk azt, hogy hogyan lehet a társadalmat jobbá tenni, jobban alakítani azért, hogy a liberális lend, vagy ahogy nevezni kívánjuk, fennmaradjon. Ami az ukrán önbecsülés februárban volt. Az Egyesült Államok és az Egyesült Királyságnak igaza volt, hogy háború lesz. Az ukránok azt mondták, hogy semmi nem lesz, de jó okkal gondolták ezt. Azt gondolták, hogy Putyin nem lesz annyira bolond, hogy ezt megtegye, mert tudták, sokkal jobban tudták nálunk, hogy mi mindenre képesek ők. Szóval ez tulajdonképpen a nemzetközi ügyekben tananyag lehet, mert mi eleve feltételeztük, hogy egy másik ország nem képes valamire. Ők pedig túlmutattak és meghaladtak minden elvárást, szolidaritás, összetartás, védelem, harc terén. És ezért lehet mondani, hogy nyerésben vannak. Ez egy megfelelő implikáció a nyugat számára is szélesebb értelemben. Egy barátnak mondtam a múlt héten, hogy szerintem az amerikaiak egyebek között azért is reagáltak így erre a konfliktusra, a jobb oldalt beleértve, azokat is, akiknek saját dezinformációs forrásai vannak, hogy miért segítsünk Ukrajnán, miért nem kellene inkább Putyin oldalára állni. Szóval volt az amerikai választók körében egyfajta egyetértés erről a konfliktusról, nem szabad ebbe az országba belekabajodni, még a térképen sincs számunkra. De most végre azt látták, hogy végre valamit az Egyesült Államok jól látott a felderítésre. Végre valaki, akit segíthetünk, hogy nyerjen, hogy sikeres legyen. Ez egyfajta perceptív amerikai érzés. Az amerikai érzés, ami érezhetővé, megfoghatóvá vált, egyfajta nemzetközi pszichológiai eleme ez a háborúnak. Megengedi, megteheti ez alapján a nyugat, hogy újra pozitív értelemben önmagára találjon. Tulajdonképpen semmi mással nem fejezhetném be, ne hagyják, hogy félrevezessék önöket, még a belső környezetükben sem. Fókuszáljanak Ukrajnára, csak arra figyeljenek, mert a következő évtizedekben ez az, amiben mi a nyugat, Amerika, Nyugat-Európa szintén szembesülni fog. Ahogy korábban mondtam, egyfajta morális példává válik Ukrajna, nem csak katonai értelemben. Ugye sokan mondták, hogy nem nekünk kell a NATO-hoz csatlakozni, a NATO-nak kell csatlakozni hozzánk, amiben van igazság Ukrajna szempontjából is. Köszönöm a figyelmüket. Köszönöm szépen én is, hogy itt lehetek. Szeretném röviden elmondani, hogy milyen előzetes eredményei vannak az Egyesült Államok képe Magyarországban című tanulmányunkról. Gyorsan össze lehet foglalni az értékelésünket. Alapvetően szilárd ez a fajta megítélés. A magyar külügyminiszter is azt mondta, hogy az amerikai vállalatok jelentős mértékben járulnak hozzá a magyar gazdasághoz, és rendszeres együttműködési projektek vannak a magyar és az amerikai hadseregek között. De a fő probléma a politikai szempontból az, hogy ez a fajta szilárd gazdasági és védelmi kapcsolat politikai konfliktusok mögött található meg. A magyar kormánypárt nyíltan
támogatta Donald Trumpot, még mindig egyébként, mint korábban, és egyéb jobboldali amerikai politikai személyiségeket, míg az ellenzék Magyarországon tulajdonképpen a demokraták és a jelenlegi adminisztráció mögött sorakozik fel. Ez egy igazi fenyegetés a politikai kapcsolatok számára, hogy egyfajta partizán kérdésé válik majd ez a fajta kapcsolat. A megosztottság, a magyarországi megosztottság arra is kiterjed, ahogy a magyarok az Egyesült Államokkal való kapcsolatokat értékelik. A közvéleménykutatás a Mediánnak például egy kutatás alapján a többség, ha akörül kellett lenne választani, hogy az Egyesült Államokkal vagy Oroszországgal működjön együtt, akkor a döntő többség az Egyesült Államokat választották. 2015-18-22-ben rendszeresen voltak ilyen felmérések, de csökkent azoknak az aránya ezekben, akik az Egyesült Államokat választották volna. 2022-ben már csak egy viszonylagos kisebbség támogatta az amerikai Egyesült Államokat. A pártpolitikától is függ az Egyesült Államok megítélése. 2022-ben az ellenzéki szavazók 84%-a mondta, hogy az Egyesült Államokat választották, a Fidesz szavazóknak csak 24%-a. Volt egy másik fontos eleme ennek, hogy a határozatlan választók 43%-a itt sem tudott volna választani. Tehát a magyarok körében van egy jelentős tömeg, akiket alapvetően be lehetne akármelyik irányba befolyásolni. Az is látható, hogy az embereknek, amikor Donald Trumpot kellett értékelni, akkor a Fidesz szavazók 56 pontot adtak a 100-ból, az ellenzékiek pedig 22-t. Bidenre azonban pont a fordítottja volt, a Fidesz szavazók nagyon negatívak voltak, és az ellenzéki szavazók sokkal pozitívabbak voltak vele kapcsolatban. Ami talán jó hír az az, hogy a 2022-es felmérés, Globsens felmérés szerint a magyar válaszadók 70%-a szemében az Egyesült Államok hagyományos partner, és a NATO is hagyományos szövetséges. Amikor azonban az általános kétoldalú kapcsolatokról kérdeztek például azt, hogy milyen nagyhatalmakat tekintenek stratégiai partnernek, akkor csak 13% mondta az Egyesült Államokat, 30% Oroszországot, és 50%-nál többen mondták Németországot. Mi magunk is végeztünk egy média elemzést arra vonatkozóan, hogy az Egyesült Államok hogyan jelenik meg a magyar médiában. Egy felhőt készítettünk azokról a szavakból, amelyeket a leggyakrabban használnak az amerikai szó mellett. Általában az amerikai szó orosz kontextusban, Oroszország, Ukrajna, Joe Biden, a nyugat vagy Kína kapcsán merül fel. Az Egyesült Államok tehát alapvetően orosz kontextusban vagy ukrán kontextusban jelenik meg, és az Egyesült Államok imázsa bizonyos értelemben elválaszthatatlan Oroszországtól a magyar médiában. Ez azt is jelenti, hogy fennáll a veszélye, hogy nagyon erős Kremlin párti elem van a magyar médiában, és Oroszország és Amerika sokszor egymásnak pont az ellenkezőjét jelenti. Az Egyesült Államokkal kapcsolatban azonban a kép nem teljesen világos, a másik oldal médiájában sem. A kormánypárti média a jelenlegi demokrata adminisztrációval szemben negatív, de viszonylag pozitív írások jelennek meg a jobboldali pártokról és a Trump adminisztrációról. Meg kell jegyezzem azonban azt is, hogy a kritikus hang az nagyon eltérő lehet. Lehet valaki kritikus kiegyensúlyozottan, és lehet valaki kritikus úgy is, hogyha manipulatív információt terjeszt például azt, hogy érzékelhetően mennyire helyes bizonyos demokrata tisztességviselők hivatalba helyezése. A média platformok
hivatalos kapcsolatok nélkül persze azért pártot választanak, és ezek azok a média, Kremlin párt, elsősorban a szürke zónában lévők és a Kremlin párti oldalakra támaszkodnak. Ezek azok a források, amelyek az orosz pártiságot erősítik. Az orosz invázió elején pedig azonban némi változás volt a tekintetben. Több USA ellenes összeesküvés elmélet jelent meg a mainstream médiában, például az Egyesült Államok, amely vélhetőleg megpróbál háborút indítatni Európa és Oroszország ellen, vagy a Kremlin pártiak oldalak sokkal népszerűbbeké váltak, több embert értek el az USA ellenes dezinformációval, ezzel a narratívával. A szürkezónás média is egyértelműen választott oldalt, a kormánypárti oldal mentén ők is továbbra a kormány békeüzeneteit próbálták ők is terjeszteni, vagy egyértelműen elítélték az ezzel szembeni akciókat. Az ellenzéki média pedig nagyon kritikus volt a Kremlinnel szemben. Ellenőriztük azt is, hogy mennyire agresszívak a Facebook bejegyzések, kommentek. Nagyon érdekes volt. Azt is megnéztük, hogy hányszor említették a kommentekben Bident és Trumpot 2020. júliusa óta. A két név egymással párhuzamosan volt népszerű, mondjuk így ebben az időszakban. Nagyobb érdeklődés volt a választások idején Trump iránt, és a januári, 21. januári események alatt pedig Biden nevét említették többen a Facebook bejegyzésekben és kommentekben. Milyen szavakat említettek Biden és Donald Trump nevével kapcsolatban? Tőlem baloldalra van a Biden szó felhője. Az ő nevével elsősorban Donald Trumpot említették, Donald Trump esetében pedig Joe Bident, ami persze azt mutatja, hogy az alap vitákat is ez a fajta pártpolitikai felfogás befolyásolja az Egyesült Államok esetében is. Még egy nagyon fontos, amit meg kell említsünk, az az online, a nem autentikus online viselkedés, vagy online trollkodás. Ez ugyanolyan kommenteket, azt jelenti, hogy ugyanazokat a kommenteket a Facebook posztok alá bemásolják, vagy a Facebook oldalakról átmásolják legalább százszor, és a háború eleje óta négy narratíva jelent meg az Egyesült Államokkal ilyen formában. Az első, hogy az Egyesült Államok elfordult a Kijev által Donbaszban elkövetett genocídiummal szemben, a másik, hogy Oroszország, Ukrajna, Putyin és Orbán tárgyalnak az Egyesült Államokról, aztán pedig, hogy a biológiai laboratóriumokban, az Egyesült Államokban vírusokat állítanak elő. A nem autentikus viselkedésnek egyik legfontosabb oka a megítélésünk szerint az, hogy a mainstream média híreit másolják gyakorlatilag, és csak azokat, amelyek a saját ízléseknek megfelelően, azokat a websájtokat követik, azokat a média megjelenéseket, amelyek a saját alternatívájukhoz állnak közel. Ezzel meg szeretném köszönni a figyelmüket, és Inotai Editnek szeretném átadni a szót, aki a panelbeszélgetést fogja moderálni. Szólok a Pistának.
Nincs bekapcsolva a mikrofon. Most már működik a mikrofon, úgyhogy megoldottuk ezzel az összes technikai problémát. A konferenciák második része egy panelbeszélgetés lesz. Ebben a beszélgetésben szeretnék foglalkozni különböző témákkal kapcsolatosan az Egyesült Államok álláspontjával, az orosz-ukrán háborúval és azokkal az információkkal, amelyek Magyarországon megjelennek ezekkel a fontos témákkal kapcsolatban. Szeretném bemutatni a panel résztvevőjét, Zöldi Blanka, aki egy lakmuszként működő hírportálnak a szerkesztője. Hallottuk azt is, hogy Michael az újabb könyvén dolgozik, Krekó Péter a Political Capital részéről, és külpolitikai elemzőként vesz részt ebben a beszélgetésben. A Nemzet Közszolgálati Egyetem részéről is van vendégünk, mégpedig Rácz András. Szeretném megköszönni mindannyiuknak az itteni részvételt, és mindenkinek lehetőséget szeretnék biztosítani arra, hogy kérdéseket tegyenek föl a beszélgetés végén. Az első elhangzó kérdést meg szeretném fogalmazni jó magam, Zöldi Blankához fordozik ezzel a kérdéssel. Az ukrán háború, ukrajnai háborúval kapcsolatban kérdezem, melyek a legmeglepőbb információk, amelyek megjelennek a háború kapcsán, és mit tud a média, illetve mit tudnak az újságírók tenni akkor, amikor különböző szabványgondolatokat látnak, mintázatokat látnak megfogalmazódni a médiában. Tehát nektek nyilván állandóan két lábbal kell a földön állni annak érdekében, hogy megpróbáljatok minden információt ellenőrizni. Köszönöm szépen a bemutatást. Valóban a websájtunk folyamatosan próbálja ellenőrizni a tényeket, és ezt a munkát már korábban is megkezdtük, nem csak akkor, amikor a háború már ténylegesen megkezdődött. Magyarország egy speciális helyen van a háborút megelőző időszakban rá is jellemző módon, hiszen ha végignézünk az elmúlt 12 évet, látható az, hogy a kormányzat folyamatosan együttműködik az orosz kormánnyal, meg próbálja a magyar lakosságot meggyőzni ennek előnyeiről. Ugyanakkor láttunk megnyilvánulásokat akkor is, amikor kitört a háború, és ez pontosan a magyar választásokat megelőző időszakban volt. Ez is üzeneteket hordozott a magyar választók számára. Egy olyan időszak volt ez, amikor gyümölcsöző szapora módon terjedtek az információk és a dezinformációk, és azt hiszem, hogy Magyarország sem tér el nagyban attól, amit globálisan lehet tapasztalni. Putyin megítélését illetően Magyarországon egy érdekes megközelítés az, amely gyakorlatilag a politikusok legmagasabb szintjén is jelentkezik Putyin megítélését illetően. Tehát ez egy olyan tény, amivel kapcsolatosan hamis információk terjesztéséhez nem kell Facebook csoportokat olvasni, elegendő a közszolgálati médiát bekapcsolni.
Nagy érdeklődéssel hallgattam Michael előadását arról, amit mondott, hogy hogyan formálódik a közvélemény az Egyesült Államokban, és hogyan polarizálódik, hogyan változik a közvélemény. Ennek kapcsán tudok utalni arra, ami Magyarországon is folyik. Gyakorlatilag különböző vélemények jelennek meg. Az ugyanúgy, az is vélemény, hogy ugyanúgy az egyik oldal, mint a másik oldal is jelentette meg hamis információkat a háborúról. Ilyen helyzetben a tényeket ellenőrző újságírók is célponttá válnak, tényleges támadások érik őket, egész egyszerűen csak azért, mert ha rámutatnak valamire, ami olyasmi, ami adott esetben az orosz narratívával esik egybe. Nemrégiben ütköztünk bele egy ilyen helyzetbe, egy szélső jobboldali párt, aki most került be első alkalommal a parlamentbe, a mi hazánk, írt a tevékenységünkről, és az a narratíva, amelyet használnak, nagyon egybeesik Putyin narratívájával. Ennek a pártnak a vezetője az felkereste az Amerikai Egyesült Államok nagykövetségét, és azzal vádolt bennünket újságírókat, hogy támadást indítottunk ellene, és ehhez a támadáshoz az Egyesült Államok nyújt segítséget, illetve támogatást. Úgyhogy igen, nehéz egy ilyen információs közegben helyesen navigálni. Majd vissza fogunk még térni egy kicsit később a médiára, arra, mennyire van felkészülve a média az ilyen dezinformációs kampányokra. Most viszont Michael-t szeretném megkérdezni arról, hogy az Egyesült Államok szempontjából hogyan látják most az ukrajnai háborút. Az Egyesült Államokban Ukrajna belügyeinek tartják-e, lesz ennek valamilyen befolyása a választások közötti időszakra? Ahogy meg korábban is mondtam, az Egyesült Államokban mind a jobb, mind a baloldali szavazók szerencsés módon támogatják Ukrajnát. Közösen támogatták azt, hogy Zelenszkij szólaljon fel az Oscar ünnepségen, és beszéljen arról, hogy mi is történik Ukrajnában. Ehelyett persze Will Smith kapcsán, Bill Smith Oscar-díj átvételekor történt egy olyan jelenet, amelyről leginkább az Oscar kapcsán beszélnek. Nem várom el az átlag amerikaitól azt, hogy 24 órát töltsön el azzal, hogy megpróbáljon nyomába eredni minden apró változásnak, minden apró részletnek, ami megjelenik a konfliktus kapcsán. Látjuk azt, hogy milyen tömeggyilkosságokra kerül sor az Egyesült Államokban, épp elég témát ad ez a mindennapokra. Ugyanakkor az USA lakosságának nagy többségében jelentkezik Ukrajnával kapcsolatban egyfajta szolidaritás. Mindazok a fegyverek, fegyverrendszerek, amelyekre Ukrajna szert tett, ez azt a cél szolgálja, hogy Ukrajna megnyerje a háborút. Ugyanakkor ezt a tényt, tehát a fegyverszállítások tényét az amerikai média is szereti kiforgatni. Azok, akik orosz ellenesek, azok számára a mainstream média egyértelműen ukrán propaganda alapúnak bizonyult. A magam megítélése szerint pont ellenkezője, ez igaz. Ha
február 24-én ébren voltunk, és figyeltük azt, hogy mi történik, és megnyitottuk az újságok oldalait, akkor nyilvánvalóan nem gondoltuk volna azt akkor, február 24-én, hogy Kijev valamikor is el fog esni. Gyakorlatilag függetlenül attól, hogy Ukrajna azt állította, hogy jó lesz vigyázni, hiszen az oroszok Kijevet is meg fogják támadni, ezt a hírt nagyon sokan fenntartásokkal fogadták, és eltartott egy ideig, amíg ténylegesen elhitték. A hírszerzés az Egyesült Államokban jó előre látta, hogy orosz támadás fogja érni Ukrajnát, ugyanakkor, hogy ez hogyan fog alakulni, meddig fog elmenni, erre vonatkozóan kevésbé volt sikeres a hírszerzés. Nyilván hírek jelennek meg arról, hogy milyen támogatást nyújt az Egyesült Államok, erre vonatkozóan sokféle hír jelenik meg, de igazán lehet ezeknek a híreknek mögé látni. Objektív szólva azonban az megállapítható, hogy elhittük azt, hogy Oroszország meg fogja támadni Ukrajnát, de azt az orosz propagandát, miszerint megsemmisítik az országot, ez kevésbé volt hihető. Most maga Zelenszky is jelzi azt, hogy a háború mennyire eszkalálódott, hogy naponta 50 katona esik el. A narratívában jelentkezik az a tény, és hogy az oroszok egyre nagyobb haderőket vonnak össze, és egyre nagyobb erővel kívánnak támadni. Nem igazán szoktam elhinni azt, amit olvasok az újságokban, éppen ezért jobban szeretem a dolgokat saját szememmel látni. Tehát a percepciók azok mindenképpen megállapítható, hogy nem igazán esnek teljesen egybe a tényleges eseményekkel, tényekkel. Sokszor jelennek meg ukrán részről is olyan híresztelések, amelyek adott esetben a saját tapasztalatom alapján némileg eltúlozzák a helyzetet annak érdekében, hogy minél több támogatást, fegyvert tudjanak kapni. Ez érthető. Ukrajnát illetően nem tudom, hogy az USA következő választások, elnökválasztások hogyan fognak alakulni, hogy az ukrajnai háború milyen mértékben fogja azt befolyásolni. Egy biztos, hogy az Ukrajna felé megnyilvánuló szolidaritás, a támogatás mellett azért jelentkeznek egyéb hangok, és most már megszólalnak olyan hangok, amelyek szerint aktívan Putyint kell támogatni. Ez elképzelhetetlen problémát jelent ma. Úgyhogy mit lehet csinálni? Vizsgálnia, ellenőrizni a tényeket, vizsgálni azt, hogy milyen mértékben működnek a dezinformációs sémák, akár ukrán, akár orosz forrásokról van szó. Milyen aktív intézkedéseket lehet tenni ezek ellenében? Ha nyilván a vélemények, bizonyos vélemények esetében felmerül a kérdés, vagy a vádaskodás, hogy biztos te az amerikai kormánynak dolgozol, biztos te a CIA-nek dolgozol. Tehát, hogy milyen kampány tud sikeres lenni az Egyesült Államok következő elnök választásánál, az kérdés
az is, hogy az NBC, illetve a CNN hogyan fogja a versengést nyomon követni, milyen információkat tesz erről közzé. Ma én azzal foglalkozom, hogy könyvet írok az Oroszország hírszerzéséről. Azt kell, hogy mondjam, Oroszország hírszerzése másképp működik, mint az amerikai. Mindig is másképp működik. Sokkal inkább a szürke zónában tevékenykednek. És sokkal inkább az orosz kormányzat érdekében működnek. Annak egyik oka, hogy túlbecsültük Putyin képességeit, az, hogy az orosz kultúra, illetve Oroszország tekintélye, elismertsége igen komoly mértékű volt az Egyesült Államokban. Ennek az árát gyakorlatilag most fizetjük meg, gyakran keres meg emberek, és azt mondják, hogy napi 24 órában a dezinformációkat halljuk. Miért nem tudott időben az USA fellépni az ellen, hogy ezek a dezinformációk, fals információk el tudjanak terjedni? De azok az intézmények, amelyek a véleményüket nem a közvélemény mentén fogalmazzák meg, azok nagyon sokszor az ellenség szövetségesének tartják. Előfordulhat az is, hogy valaki elhiszi a meséket, vagy mesékben hisz. Nagyon óvatosan kell a különböző tényeket kezelni. Semmiféleképpen nem tudok mit válaszolni arra, hogy az ukrajnai háború hogyan fogja befolyásolni az elnökválasztást, illetve az elnökválasztási időszak közép időtartamát. Látom, hogy jelenleg mi a helyzet, de megjósolni, hogy hogyan fog alakulni, nem tudom. Olvasom az újságokat, olvasom a szociális médiában megjelenő információkat, a Facebookon, stb. Nyilvánvalóan nagyon nehéz manapság újságírónak lenni, hiszen olyan mennyiségű fals információ jelenik meg, olyan mennyiségű véleménykritika jelenik meg a médiában, amelyek tömegében nagyon nehéz elnavigálni az igazsághoz. Lehet, hogy valaki azt mondja, hogy valakinek kék a szeme, és tényleg kék a szeme, és utána nem fogják elhinni pusztán azért, mert XY mondta azt, hogy az illetőnek kék a szeme. És ha nem tartja hitelesnek az illetőt, az XY-t, akkor azt se fogja elhinni, hogy ténylegesen kék az illető szeme. Igen, látom, nehéz manapság újságírónak lenni. Kérdés az, hogy szakértőnek könnyű ellenni. András, hogyan írnád le most az USA szerepét Ukrajna kapcsán? Ukrajna vajon ugyanúgy ellen tudna állni a háborúban az oroszok támadásának, mint ahogy most, akkor, ha nem kap segítséget, fegyvereket? Köszönöm szépen, próbálok röviden válaszolni és hosszan, és egyrészt köszönöm a meghívást. Természetesen mindaz, ami most itt részemről elhangzik, a saját személyes véleményem, semmilyen intézmény szervezetet nem képvisel. Ha az Ukrajnának nyújtott amerikai segítséget illeti, akkor el kell mondunk azt, hogy ez nem 22-ben kezdődött, még csak nem, és 2014-ben kezdődött. Itt egy folytonosan alakuló folyamatról van szó. Az egymás utáni USA kormányzat fokozatosan növelte az Ukrajnának nyújtott katonai támogatást, és ez nem csak idén, február 24-én kezdődött, sokkal régebbi történetről van itt szó.
az ukrán fegyveres elők állapota, teljesítménye, a taktikai fegyverekkel történő bánásmód nyilvánvalóan annak eredménye, hogy hosszú időn keresztül USA támogatás kiképzést kaptak. És most az oroszok hirtelen egyik pillanatról a másikra, hosszú évek után felismerik, hogy az Egyesült Államok katonai segítséget nyújtanak Ukrajnának. A jelenlegi háborút illetően még február 24-e előtt is az USA rendkívül szoros hírszerzési együttműködést folytatott Ukrajnával. Vannak olyan technikai megoldások, amelyek szabályozzák azt, hogy milyen mélyen lehet hírszerzési információkat megosztani. Február 23-a, 24-e körül már egyértelmű volt az, hogy elsődlegesen a légierőnek kell törekedni arra, hogy meg tudja védeni, mert hiszen elsődlegesen a légierőt fogják támadni az oroszok, mint ahogy ez be is következett. Ha kategorizálni akarjuk a támogatást, van katonai, van gazdasági, információs, politikai támogatás, mindezek, mindegyike fontos. De Ukrajna túlélése szempontjából a háború kitörését követően az információ talán a legfontosabb, és ez elsődlegesen az első 24-72 órára vonatkozik. Nyilván az USA azon kevés nyugati ország közé tartozik, amelyik már az elmúlt 4 évben is fegyvertámogatást nyújtott Ukrajna számára. Úgyhogy az Egyesült Államoknak komoly tapasztalatai vannak arról, hogyan lehet fegyvereket Ukrajnába szállítani, hogyan lehet a kiképzésben segíteni, hiszen ez egy olyan dolog, amit szép lassan évről évre építettek fel. Persze bizonyos változások ebben vannak, attól függően, hogy milyen kormányzat van az Egyesült Államokban. Obama kormányzat vagy elnöksége alatt azt mondták, hogy csak bizonyos típusú fegyvereket lehet szállítani, nem szabad olyan fegyvereket, amelyek adott esetben konfliktus kiéledéséhez vezetnek. Utána voltak olyan megfontolások, hogy törekedni kell arra, hogy 80 ezer dolláros fegyvereket, például rakétákat ne szállítsanak, akkor, hogyha nem tudnak elegendő, ha nem részesültek elegendő kiképzésben, azok használatra, hiszen akkor fölöslegesen pusztulnak el a fegyverek. This is a gradual process. Ez tehát egy folyamat lépésekből áll, és azt láttuk, hogy az Egyesült Államok előnyére szolgál, hogy ismeri Ukrajnát, az ukrajnaiakat. Ez az információ a katonai támogatásban alapvetően fontos. És tavaly decemberre óta, amióta az Egyesült Államok ezt az unikális műveletet elkezdte, hogy az orosz tervekből rengeteg információt megoszt, és tényleg még a megosztottság szintjén is, hogy milyen mozgásokat lehet megfigyelni. Nos, ez a fajta hírszerzési adatok megosztása is nagyon fontos szerepet játszik abban, hogy egyfajta koalíció alakult ki, összefogás Ukrajna megsegítésére. Nagyon sok európai országban nem volt nyilvánvaló az első naptól kezdve, hogy Ukrajna teljes támogatást megérdemel. Voltak olyan országok, amelyek azt mondták, hogy hát azért csak várjuk ki a végét, hogy mi lesz, hogy mit él túl Ukrajna. És az Egyesült Államok ezzel a diplomáciai koalícióval Ukrajna mögött döntő lépést tett. Valószínűleg nem az azonnali túlélésben lesz ez fontos, hanem az Ukrajna, mint működő állam
fennmaradásában. A gazdasági és pénzügyi támogatásról van szó, rengeteg pénzről, több oldalú és két oldalú szinten is. És ez természetesen továbbra is megmarad, és akkor majd, hogyha véget ér a háború, mert egyszer minden háború véget ér, az Egyesült Államok valószínűleg abban is kulcsszerepet játszik, hogy Ukrajna újraépítésére, helyreállítására forrásokat szeressen. Nos, a hosszú bevezető után a rövid válasz az az, hogy igen, valóban döntő ez a szerep, és kutatóként persze nem tudjuk mindezt azt ellenőrizni, hogy mi lett volna, ha az Egyesült Államok nem támogatta volna az ukránokat, mert ezt nem tudjuk ellenőrizni. Én úgy gondolom, hogy a támogatás a túlélés szempontjából alapvetően fontos. Mielőtt Péternek megadnám a szót, szeretném egy rövid kérdéssel visszakérdezni. Azt mondta, hogy alapvetően fontos, hogy az Egyesült Államok támogat. Ez azt jelenti, hogy az Egyesült Államok a háború részesévé vált? Mondhatni ezt? Azt hiszem, hogy ez egyfajta szerep valóban jogi értelemben, és pontosan ez a probléma. És a biztonsági támogatás miatt is ez a probléma. Hol van az, hogy túl sok már? A nagyon magas szintű a hírszerzési adatok megosztása, de több minden van, ami megjelent, például a moszkvai eseményeket az Egyesült Államok koordinációjával. Nem, mi nem mondtuk, hogy Moszkvában ez lehessen az ellenállás szervezésében. Ezt nem, mi nem mondtuk. Az Egyesült Államokban, hogyha bárkit megkérdezünk, aki a DOD-ből vagy a CIA-ból jön ki, azt fogja mondani, hogy nem, a probléma igazából a jogászok miatt van, ezért nem tehetjük azt, amit szeretnénk, mert a jogászok azok, akik mindent megakadályoznak. De oka van annak, hogy a dolgok olyan nagy füstöt hagynak maguk után, akkor, amikor az ukránok próbálják megőrizni területeiket, mégpedig az, hogy nagyon jó a hírszerzési mechanizmusok, a külső hírszerzés is, és az ukránok a depókat robbantottak fel, nem tudom, hogy az épületek Oroszországban, most miért hasonló épületek Oroszországban miért kapnak lángot, ezt nem lehet tudni, de azt azért tudom, hogy próbáljuk ezt feltárni. Évekkel ezelőtt az Orosz Föderáció területén semmi olyasmit nem engedélyezett, amely a bármiféle háborús eszkalációhoz vezetett volna, mert ez az Egyesült Államokkal szemben rossz lett volna. Nos, az én kormányomnak a vonala, és ezt kritizálom, hogy nem avatkozunk bele a demokratikus szövetségeseinknek a belső ügyeibe sem, Ukrajnáiba sem, de akkor, amikor egyfajta katonai, diplomáciai, biztonsági támogatója egy kis országnak, amelyet támadás érhet, akkor azt elfogadjuk. De úgy gondolom, hogy ezt így kellene megnéznünk, hogy ennek az alapján. Február 24-e előtt lehetett volna már fegyvereket adni, meg lehetett volna mindenféle disztinkció nélkül beszélni arról, hogy milyen légvédelmi rendszereket, rakétarendszereket lehet használni. De nem lehetett az orosz-ukrán határa kirakni, mert hogyha 50 vagy 100 mérföldre van, akárhogy is mégis az orosz területeken landolhatnak ezek a kilövött rakéták, és itt lépnek be a történetbe a jogászok. Ahogy mondtam, azt kell megnézni, hogy mire van szükség, és ami még fontosabb, mi az, amit felhasználhatnak a nagyobb hatás érdekében. Rengeteg videó van arról, hogy az ukránok milyen képzést kapnak, hogy bizonyos valóban új fegyvereket használjanak, és ezt igazából nagyon nagy hozzáértéssel használják, már egyszerűen meg akarják tanulni, még ebédszünetet sem tartanak, csak csinálják, hogy harcoljanak az oroszok ellen. Az Egyesült Államok támogatása továbbra is megmarad. Kijev ezt talán tudja is, és fenn meg is marad. De
ebben a ebből az értelemben benne vagyunk a konfliktusban. Mindez, amit az oroszok mondtak, amit táviratban megküldtek, hogy harmadik világháború, eszkaláció, nincsen bizonyíték arra, egyetlen egy szikrányi sincs arra, hogy katonai támogatással Ukrajnát segítjük. A török drónok rendőri felügyelettel mennek. Meg kell, hogy mondjam, az Egyesült Államok lassan, de azért megtanítja, hogy Putyinnal szemben blöffölni is lehet. A NATO kiterjesztésével, a svédek felvételével, a finnek nem is hitték el, hogy az oroszok csöndben maradnak a kérelmükkel kapcsolatban. Úgy gondolták, hogy rengeteg aktív intézkedés lenne, tüntetések, dezinformáció, és Putyin mondta, hogy semmi baj nincs ezzel. 780 vagy 750 kilométerre az orosz határtól nincsen semmi baj ezzel, ha valaki NATO lesz. Az elmúlt 30 évben ez volt a NATO bővítésének az első nagy lépése. Akkor nézzük most, Péter, a narratívákat. Beszéltünk a háborúról, de nyilvánvalóan van egyfajta narratíva háború is. Vajon ez a háború Ukrajnában más-e, mint a korábbi háborúk, vagy pedig ez egy feltételezés csak azért, mert eláraszt minket a szociális a közösségi média információja. Ki nyer ebben a narratíva háborúban? Köszönöm ezt a kérdést, remek kérdés. És úgy gondolom, hogy ez a háború abból a szempontból más, hogy a korábbiakkal szemben, korábbi konfliktusokat, hogyha megnézzük például Oroszország és Ukrajna, Oroszország és a Nyugat között, akkor mindig volt egy nagyon hangos, nagyon befolyásos narratíva hullám nyugaton, mondván, hogy ne provokáljuk Oroszországot, ne mérgesítsük a medvét, ne nadítsuk fel feleslegesen a dolgokat. A dezinformációs szakértőknek persze nehéz dolga volt, mert az emberek már nagyon régóta látják, hogy ez fontos, és most egyszerre mondják is nekik. De nagyon erős volt a relativizációs tábora mindennek a nyugati világban, sőt, a kormányok is, hogy is mondjam, inaktívak voltak, nem igazán reagáltak. Emlékszem például arra, hogy a legdominánsabb narratíva még 2014 után a Krím annektálását követően, és az volt, hogy jó, ne beszéljünk annyit arról, hogy milyen dezinformáció van a nyugaton, nem cenzúrázunk, normál államot akarunk, amely harcol ugyan a dezinformáció ellen, de a szólásszabadság az alapvetően fontos. Ilyen hangok ma már nincsenek, mert úgy gondolom, hogy az az általános elképzelés, hogy a fegyver is lehet az információ, mégpedig olyan információ, aminek nulla köze van a szólásszabadsághoz, és ezt most már mindenki elfogadja, ami jó. A másik dolog, hogy sokkal nyilvánvalóbb a válasz a nyugati világ részéről, de a társadalmi szinten is az. Van ez a fajta relativizáció, persze még mindig beszélhetünk erről is, de azt hiszem, hogy ez már óriási előrelépés, hogy ez megváltozott. Van még egy különbség a korábbiakhoz képest. Oroszország azt hiszem az elmúlt évtizedben, két évtizedben sokkal sikeresebben tudta saját narratíváját a nyugaton átvinni. Nézzük meg akár az Euróbarométer, a Pure kutatásokat. Persze vannak országonkénti eltérések, de hogyha megnézzük a nyugati világot, mint olyat, akkor az látszik, hogy az ukrán melletti orosz kritikus narratíva az, ami dominál. Patrik említette, még Magyarország is azt mutatja, hogy Putyin népszerűsége csökkent, drámai módon csökkent, legalábbis a közelmúltban a Telexen megjelent felmérés szerint Soros népszerűbb, mint Putyin.
Ez ugye azt jelenti, legalábbis Magyarországon, ami azt jelenti, hogy az orosz dezinformáció annak ellenére, hogy óriási sikert ért el Magyarországon, mégis olyan, és olyan világban érünk, hogy körbevesz minket ez az információ, még akár a hivatalos kijelentésekből is ezt halljuk. Nem szabad a probléma jelentőségét minimalizálni, de azt hiszem, jól állunk. A szankciók, a gazdasági problémák élesedésével, és ugye már élesednek, de még élesebbek lesznek, rendkívül infláció az élelmiszertermékek, energiaterén, stb. Nos, a mi kormányunk, vagy a kormányok nem lesznek majd képesek arra, hogy mindezt átvállalják mindennek terhét az állampolgárról. Na most ilyen körülmények között ez a relativizáló politikai hang Európában erősödni fog, de ugye nem csak az mainstreamből, és nem csak hanem a populista jobboldalról is érkezik. Azt mondják ugye, hogy ez nem a mi háborunk, ez Oroszország és az Egyesült Államok háborúja, ez az európai narratíva Olaszországtól, Németországon át, Magyarországon, Franciaországban hallani másutt is. Ezek azok a hangok, amelyek majd erősödni fognak. És valószínűleg az ilyen narratíva iránti igény is erősödni fog. Pontosan azért, mert minél jobban elhúzódik a háború, és minél brutálisabbá válik, minél inkább befolyásolja az élelmiszerhiányt, annál többen fogják mondani, hogy nem az én háborúm ez már. És figyeljünk inkább arra, hogy hogyan tudjuk a saját lakosainkat segíteni, itthon, nem Ukrajnában. Már eleget támogattuk Ukrajnát, és egyre inkább látható az is, hogy egyfajta háborús fáradtság is tapasztalható. Belefáradnak az emberek a háborúba. Ne felejtsük el, hogy ugye háború van Ukrajnában, de egyre inkább mégis belefáradnak ebbe, elfordulnak, és más dolgokkal akarnak majd egyszerűen foglalkozni. Szerintem sokkal többet akarnak majd a belügyekkel foglalkozni, nem Ukrajna támogatásával. És én úgy gondolom, hogy a politikai szcéne is ezt a fajta üzenetet fogja erősíteni, és sikeresebb is lesz ebben. Szerintem nagyon fontos lenne, hogyha végül is mindenki számára, minden országban világossá válna, hogy a gazdasági hiány, élelmiszerhiány fő oka az az, hogy Oroszország indított háborút Ukrajna ellen, és nem Brüsszel rendelte el a szankciókat, nem az Egyesült Államok támogat egy országot, amelyet brutálisan letámadtak. Nem Oroszország az oka. A NATO, az Európai Unió és a nyugati országok, amelyek segítséget nyújtanak, az európai lakosságot próbálják megmenteni a támadástól. Még egy gondolat. És ez látszik már a közösségi médiában is. Egyre erősödik az a narratíva, hogy a liberálisok rendelik ezt el, hogy védjük meg Ukrajnát. És miért csinálják vajon? Egyre inkább a konzervatívok mondják ezt, és hogy meg azt is, hogy az Európai Unióban vajon melyik az az ország, amely leginkább támogatja az Ukrajnát? Lengyelország. A lengyel kormányt bármivel vádolhatjuk, de azzal nem, hogy liberálisok lennének. És ott van Boris Johnson. Vajon ő mennyire, meg a Labour? Tehát a pártvonalakon is túlmutat mindez. Megpróbálják politizálni azonban ezt a kérdést, és pártpolitikává alakítani az Egyesült Államokban és az Európai Unióban egyaránt. Nos, tökéletesen állunk az idővel, és van még időnk egy utolsó körre a kérdések előtt. Egy általános kérdést tennék fel mindenkinek a panelban, de talán Blankának először. Újságíróként van-e olyan forrás, amiben még mindig lehet bízni? Vagy
rettenetes munka minden tényt ellenőrizni, illetve mindent ellenőrizni, hogy ténye. És van-e veszélye annak, hogyha ez a fajta háborús, ha belefáradunk a háborúba, visszaüt, és egyre többen Ukrajnát fogják vádolni minden problémáért. Vajon ez megfelelő alap lesz-e különböző országokban, Európában még több orosz dezinformációra? Mit gondolsz? Hogy kinek lehet hinni? Valóban ez egy nehéz kérdés. Őszintén szólva, Michael Richard, itt fogjuk követni. Ez persze részben vicc, ugyanakkor nyilvánvalóan nem tudjuk biztosan, vagy egyértelműen megmondani azt, hogy mi az igaz, mi az, ami nem tudunk naponta beszélgetni sem az orosz, sem az ukrán katonákkal a helyszínen. De szorosan nyomon követjük a nemzetközi tény ellenőrző szervezetek munkáját, és ezek sokat segítenek határokon túlnyúlóan. Nyilván ezek az információk úgy jelennek meg egyes országokban, hogy valamennyire az adott országra szabják egy kicsit a helyi elvárásoknak megfelelően. Tehát, hogyha azt látjuk, hogy valamilyen információnak a forrása megbízható, akkor mindenféleképpen azt is azért ellenőrizni kell, és olyan módon kell azokat az információkat megfogalmazni a saját lakosság számára, amely a saját lakosság számára érthető és elfogadható. A történelemnek egy különös pillanatánál tartunk most. Számunkra, újságírók számára, vagy bármilyen közéleti ember számára meglehetős komoly munkát jelent az, hogy hogyan tud hatékonyan kommunikálni az emberekkel. Nagyon sok esetben, hiszen mi is érezzük azt a nyomást, hogy annak tartanak bennünket, hogy mi akarunk lenni a megmondó emberek, mi akarjuk megmondani az embereknek az igazságot. Nem, időnként be kell vallani, vagy el kell ismerni, hogy nekünk is megvannak a magunk korlátai. Nem lehetünk teljes mértékben bizonyosak valamilyen információ megbízhatóságában. Ugyanakkor a tevékenységünkön keresztül, a cikkeinken keresztül fel kell világosítani az embereket, megmagyarázni azt, hogy melyek a bizonytalan pontok, amikor valamilyen információt hírt olvasnak, hogy el kell mondani az embereknek, hogyan ellenőrizik az információkat. Úgyhogy ha valaki cikkeket olvas, akkor nem hihet a híreknek csak azért, mert egy jó vagy híres újságíró írta, hanem utána kell menni, hogy egy információ vagy egy hamis információ honnan ered, milyen forrásból. Úgyhogy nem igazán tudok optimista lenni, de optimizmusra legfeljebb az adhat okot, hogy a jelenlegi helyzetből sokat kell, hogy tanuljunk. Igen, itt a felvilágosítás az embereknek nagyon fontos. Michaelhez és a panel további részevőihez fordulok most. Nem tudjuk, hogyan fog alakulni ez a háború, de akárhogy is alakul, az hogyan fogja befolyásolni az Egyesült Államokat, és hogyan fogja befolyásolni, vagy milyen irányba fogja terelni Európát. Úgyhogy Péter, esetleg a te oldaladról kezdenénk, de inkább először válaszoljon Michael. Azt hiszem, hogy az Egyesült Államokban nagyon magas szinten ellentmondások vannak. Először is Joe Biden Lengyelországban azt mondta, hogy Putyint nem lehet kiebrudalni a hatalomból. Ez némi változás az Egyesült Államok politikájában.
Joe Biden mindaddig azt mondta, hogy Putyin egy szörnyeteg, tönkreteszi a világot, stb. Látjuk azt, hogy Angliában, a Csehköztársaságban, Bulgáriában mit csinálnak, illetve mit mondanak a kormányzatok, mit állítanak a hírszerző szervezetek. Lloyd Austin, az Egyesült Államok védelmi minisztere azt mondta, hogy Ukrajnának olyan szinten kell legyőzni az oroszokat, hogy utána eszükben ne jusson újabb ilyen jellegű háborút indítani. Mindegyik kijelentésben van némi józanész, de azért ezt az USA politikai térképen kell elhelyezni. Abban az esetben, ha Oroszország győz, nyilván az ukrán szuverenitás elvész, kész. Ha Ukrajna nem győz, akkor megőrződik Ukrajna a szuverenitása, és ez nagy erkölcsi győzelem Európa, Amerika számára. De ha mondjuk olyan gyalakul a helyzet, hogy Oroszország beéri a Krím elfoglalásával, elismertetésével, akkor is tudnunk kell azt, hogy Európa-Amerika kivételével a világ fennmaradó része nem igazán kezeli tömeggyilkosságnak azt, amit az oroszok Ukrajnában csinálnak. Tehát szerintem, vagy megítélésem szerint pillanatnyilag túl korai mondani azt, hogyan hat majd a háború kimenetele akár Amerikára, akár Európára, de beszéljünk most inkább Amerikára. Ugye az Egyesült Államok is számos igen kevéssé népszerű háborúban vett az elmúlt időszakban részt. Óriási szociális, kulturális problémák vannak az USA-ba, a fegyverviselési engedélyek kérdése ismét a tömeggyilkosságok, vagy a tömeges gyilkosságok kapcsán napirendre került. Tehát az USA-ban a következő adminisztráció, hogy milyen lesz és mennyiben fogja az ukrán helyzet ezt befolyásolni, nem tudom. Minél tovább tart a háború, paradox módon Ukrajna népszerűsége növekedni fog, hiszen honvédőháborút folytatnak. Biztos, hogy további fegyveres támogatásra kerül sor Ukrajnába, de Ukrajnában, ahogy elhangzott korábban is, előbb-utóbb az emberek elfáradnak, belefáradnak, és ugye már tapasztalunk ilyesmét. A New York Times is felszólított az ellenzékét, hogy Putyinnal jusson dűlőre, és fejezzék be a háborút. Nyilván itt a gazdasági érdekeink befolyásolják az állásfoglalásainkat. Joe Biden kijelentette azt, hogy semmit Ukrajnáról, Ukrajna nélkül. Ez egy fontos kijelentés. Ha Ukrajnában a következő időszakban népszavazást tartanak, és azt mondják, hogy túl sok polgári személy halt meg, be kell fejezni ezt a háborút, akár úgy, hogy alkut kötünk Oroszországgal, Joe Biden részéről ez rendben van. De mindaddig, amíg további segítséget kérnek, a morális támogatás most is óriási. Akkor ezt meg kell adni, függetlenül attól, hogy Ukrajnán belül milyen politikai fragmentálódás létezik. Tehát Ukrajna nélkül semmit. Ez az EU számára is így fogalmazható meg, András?
Hát nem sokat tudok az Európai Unióról, Oroszország szakértő vagyok, úgyhogy csak néhány mozaikkal tudok a puzzle kirakásához hozzájárulni. Emlékszem szeptember 11-re, még egyetemista voltam akkor. Se tévé, se internet nem volt akkor a Magyar Egyetemen, ahova jártam. Minden esetre tudjuk azt, hogy szeptember 11 után óriási változások következtek be. A védelmi politikában, a biztonság politikában. A változások időszaka következett be akkor is, és ahogy a németek mondják, változások időszaka, az tapasztalható most is. Az, hogy Németország mennyit költ most védelmi célokra évente a költségvetésből, ez minden korábbi mértéket felülmúl. Ugye a NATO 2%-os költségvetési hozzájárulást követel meg a tagállamoktól. Lengyelország növeli a védelmi kiadásokat, Európa szerte növekednek a védelmi kiadások. Ez szeptember 11 után is így volt, de a folyamat nagyon lassú volt. Február 24-ét követően viszont ez a folyamat felgyorsult. Steinmeier, a korábbi német elnök mondta, hogy mi félreértettük Oroszországot, nem ismertük jól. Most viszont már látjuk, hogy valóban egy olyan lépéshez folyamodott Oroszország, ami lépést követel tőlünk, és ezek általában a változásokhoz időre van szükség. Nyilván egyetlen éjszaka alatt nem lehet Európa védelmi felkészültségét egyik pillanatról a másikra nagymértékben megváltoztatni. A militarizálódás ténye azonban egyértelmű. A svédek gondolkoznak a NATO csatlakozáson hosszú évtizedek után. Tehát gondolkoznak azon, hogy népszavazás nélkül csatlakoznak a NATO-hoz. Korábban ez elképzelhetetlen lett volna, most megtörtént. A Balkánon lévő NATO szövetségesek megakadályozták, hogy Lavrov ellátogasson Szerbiába. Ez sem volt elképzelhető korábban. Akár fél évvel ezelőtt sem lett volna elképzelhető. Úgyhogy nem, nincsenek illúzióim, ez csak néhány mozaik a puzzle-hoz. Péter, mit szólsz ahhoz a paradoxonhoz, hogy Putyin gyakorlatilag egyesíti Európát? Igen, tulajdonképpen nagyon is azt lehet mondani, hogy ez megy végbe. Az Európai Unió identitása, önazonossága, geopolitikai szerepe. Ursula von der Leyen az elején azt mondta, hogy geopolitikai szerepet fog betölteni. Ez kvázi olyan ígéret volt, amire senki nem figyelt oda, most azonban valósággá válik. Valóban Ursula von der Leyen geopolitikai szereplővé vált. Egyetértek Andrással, igen, most is lehet kritizálni azt, hogy milyen gyorsan szállítanak fegyvereket Ukrajnának, Franciaországból vagy Németországból, de az európai mainstream fősodor gyakorlatilag korábban törekedett arra, hogy szorosabb gazdasági kapcsolatokat alakítson ki Oroszországgal annak érdekében, hogy függetlenebbé tegye magát az Egyesült Államoktól. Ez azonban most csorbát szenvedett. Ugyanakkor nem minden, semmi sem fekete-fehér, hogy mi történik Európában, igen, egy dolog. Magyarországról nagyon szeretik azt, ami megosztja Európát, de hát egy fecske nem csinál nyarat.
lehet törekedni valamilyen lágyabb vagy szoftabb hozzáállásra, de akkor, amikor Bulgária is lezárja maga légterét Lavrov látogatása előtt, ez egy összezárás. Tehát ami ma történik, az történelmi jelentőségű. Rendkívül fontos, megítélésem sem szerint, hogy az olyan országokban, mint Ausztria, amely soha nem viselkedett híjaként, most versenyeznek abban, hogy ki tud több energiát megtakarítani. Szóval valóban, ami ma végbe megy, az történelmi jelentőségű. Ahogy András is mondta, az EU, NATO valahogy vonzóbbá válik az emberek szemében, ami azt jelenti, hogy Putyinnak sikerült idézőjelben sokkal inkább összezárnia a demokratikus országokat. És ennek kapcsán a szövetségesek kikristályosíthatják a saját értékeiket. Ezzel a panelbeszélgetés véget ért, most viszont a közönségnek szeretném átadni a szót. Kérdéseket lehet feltenni, kérdéseket, nem kommentárokat várunk, kérem mutatkozzanak be. Szabadúszó újságíró vagyok, az első kérdésem Michaelhoz szól. Mi az ön saját egyéni véleménye arról, hogy hogyan változtatják meg az oroszok a maguk két célkütőzéseit? Az eleje óta, az invázió kezdete óta ez a cél változott? Változhat az oroszok célkütőzése idővel, vagy makacsol az eredeti célhoz ragaszkodnak, miszerint egy szuverén államot el akarnak pusztítani, le akarnak rombolni. Tehát mi az ön egyéni saját véleménye az oroszok céljait illetően? Hát elég nehéz dolog kremlinológiával foglalkozni, de putyinológiával még nehezebb 2022-ben. A következőt tudom mondani. A háború elején üzeneteket kaptam az orosz titkosszolgálatoktól, más orosz forrásokból, hogy ez az egész politika egy katasztrófa, nem értik, hogy miért csinálja Putyin ezt, katasztrófába vezeti Oroszországot. Az Egyesült Királyságban, az Egyesült Államokban úgy terjednek a hírek Putyin betegségeiről, tényleg a felpüffett arcával sokszor lehet betegesnek tekinteni. De hogy miért is hozom ezt fel? Egy oligarchával volt egy videó beszélgetés, amelyben az oligarchák szerint katasztrófa az a háború, amit Putyin folytat, hiszen 20 év, az elmúlt 20 év eredményeit teljesen lerombolja, akár a gazdasági kapcsolatot, akár a nyugati kapcsolatokat, akár a Németországgal létrejött kapcsolatokat, gazdasági fejlesztéseket illetve. És akkor oligarchák jegyezték meg azt is, hogy Putyinnak vérrákja van, egy haldokló állatról van szó. Az én megítélésem az, hogy nagyon magas körökben, katonai körökben is
az a vélemény terjed, hogy ez a jelenlegi háború semmiféleképpen nem tud Oroszországon belül úgy megváltozni, hogy Oroszországba magában ne hozzon létre változtatásokat. Óriási veszteségeket szenved el Oroszország, és ugye a harkivi front is összeesett, Kijevbe nem jutottak el úgy, ahogy akartak volna. Donbasz elfoglalása, északkelet létrehozása, vagy elfoglalása kicsit arra haj az, amit Krimmel tettek, tehát ez cél. A kérdés az, hogy sikerül-e kihasítani a Ukrajna területéből Putyinnak Luhanszkot és Donetszket. Nem tudom erre a választ. Szerintem maga Putyin sem tudja. Szerintem Putyin félrevezették ennek a háborúnak a lehetséges kimenetelével. Emlékszem, hogy egyszer készítettem egy interjút egy orosz ellenzékivel, a Krimmel kapcsolatban, és mondta, hogy Putyin állandóan arról beszélte, hogy Kijevben fasiszták foglalták el, fasiszták vannak, nácik vannak Ukrajnában. Nem tudom, hogy ez mit jelent, milyen szellemi állapotban van Putyin, vagy milyen filmeket néz, hogy olvassa ezeket, vagy hogy nézi ezeket a filmeket. Minden esetre azt hiszem, hogy már ebben a háborúban 14 tábornok halt meg. Ez fenntarthatatlan, ez példanélkül áll. Nyilván a katonai képesség, a katonai képesség különbözőképpen ítélhető meg, de egy biztos, függetlenül attól, hogy nagyon nehéz hírekhez hozzájutni, hogy az oroszok nem akarnak katának menni, inkább megy börtönbe, mint sem, hogy a frontra menjenek. Úgyhogy Putyin számára a dolgok egyáltalán nem haladnak jól. Ugye tudjuk azt, hogy különböző településekben változnak az erők, de minden esetre nem érte el azt, amit szeretett volna eredendően. Van-e más kérdés? Paulónak vagyok. Köszönöm először az európai és az amerikai partnereknek ezt a segítséget Magyarország számára, és köszönöm legalábbis, hogy ingyen utazhatunk, nem kell jegyet venni a tömegközlekedésre. A kérdésem az Oroszországgal való hosszú történelmük alapján, ugye 300 év, nos, ez alapján a háború egyfajta repetitív lépés. A következő a cár, aztán az orosz vezetők, a kommunisták, az azt követő, a Szovjetunió. Egy ilyen 50 éves történelmi ciklusban mindig van egyfajta kisebb-nagyobb összeütközés. Az ukrán kozákok nálunk a 17. században orosz katonákat öltek meg, amikor azok megerőszakolták az ukrán asszonyainkat, feleségeinket. Most viszont ugyanazt látjuk. Ugyanaz a háború, ugyanaz a konfliktus, de óriási légierővel, tankokkal, emberekkel, katonával, ugye Putyin tábornokai. Persze kitörődik azzal, hogy meghalnak a Putyin tábornokai számok, ők is csak számok, nekünk is rengeteg katonánk meghalt. A kérdésem tehát, ahhoz, hogy ezt a harcot megnyerjük, nem egyszerűen megöljük a katonákat, mert nem ez a lényeg. Nem az a lényeg, hogy egy vagy két katonával többet ölünk meg, és nem ezért támogatnak minket. Tehát mi a következő lépés ebben a menetrendben? Nem csak, hogy az orosz erőket visszaszorítsuk a határhoz, vagy a határon túlra, és ott tartsuk őket, hanem a történelem alapján Oroszország, amíg létezik Oroszország, újra meg újra fellép Ukrajna ellen, legalább Ukrajna ellen.
Úgyhogy én úgy gondolom, hogy az a kérdés, hogy mi legyen ezután Oroszországgal. Lerombolni, megölni, megosztani, felosztani kis államokra. Mik a következő lépések? A mi ereink, katonai erő remélhetőleg vissza tudják szorítani. Én úgy gondolom, hogy sikeresek leszünk, de tudnunk kell, hogyha visszaszorítjuk az orosz erőket, akkor is legalább 5-7-szer annyi katonai erővel kell nekünk majd megküzdeni, mint most. Ezek ugye számok, de a számok alapján a képességeket előre lehet vetíteni. Tehát a kérdés az az, hogy a nyugati elit rendelkezik-e egy tervvel, hogy mi legyen Oroszországgal. És ha van, ha készen állnak ezek a demokráciák arra, hogy lerombolják Oroszországot, vagy csináljanak valamit Oroszországgal, akkor mit akarnak? Köszönöm szépen. Hát akkor mondjuk, hogy hogyan lehet megelőzni, hogy Oroszország visszaüssön. Bár tudnám, ha pedig tudnám, akkor soha nem engednének be Oroszországba. A hatalmak, a nagyhatalmak így működnek. Amióta az orosz hatalom terjeszkedik, amióta orosz hatalom létezik, azóta terjeszkedik. Hány száz éve? A harmadik Iván óta. Több mint 500 éve. Több mint 500 év expanzió. Nem lehet a birodalmak működését megváltoztatni. Történelmi perspektívában persze, hol vagyok én, hogy megmondjam azt, hogy egy birodalom hogyan működjön, de ha a háború véget ér, és Ukrajna megmarad, nagyon fontos, mert Ukrajna megmarad független, működő államként, hiszen az orosz terveket meghiúsította. Biztos, hogy romokban lesz, de életben lesz. Ez nagyon fontos. Oroszország súlyos veszteségeket szenved, nem csak katonai értelemben, abban is persze katonák száma. Ugye vannak olyanok, akik ezeket számolják, de a Donbaszi csata után az orosz katonaság már egy szétesett hadsereg lesz, nem fognak Odesszába menni, vagy máshova, ha csak nem tudnak kényszermobilizálást, kényszersorozást elregyezni, amit belső okok miatt nem fognak. Tehát a harc intenzitása csökkenni fog, de nem a katonai veszteség gyengíti Oroszországot, nem is a szankciók. Ők maguk azok. Ők azok a visszahatás, mert az oligarchának, amit említettél, igaza volt, és talán sejtem is ki volt az, de ez most lényegtelen. Ennek az oligarchának bizony igaza volt. Oroszország 30 év fejlődését veszti el. Most a 90-es évek elejére harcolja vissza magát Oroszország. A katonai ipar olyan mélyen gyökerezik a nyugati technológiában, japán optikával például, amit a tankok használnak. Most például a legtöbb tankokban hiányzik ez a fajta optikai elem. Súlyos problémáik lesznek a veszteségek pótlásában, nem csak a fegyverkezési program folytatásáról, nem is beszélve. Az üzleti környezet rombadőlt, nézzék meg a légi közlekedést. Úgy gondolom, hogy nagyon gyenge, izolált Oroszország lesz, amely 30 évet veszít a fejlődéséből. És mi lesz az ukrán oldalon? Ukrajna kivérzett, lerombolt, de győzedelmes. És az utolsó centiméterig felfegyverezve lesz. Nagyon keményen felfegyverzett orosz hadsereg lesz, amelynek megvan az a tapasztalata, hogy 8-9 éves háborút követően is akár életben tud maradni. Úgyhogy Oroszország a közeljövőben ezt a támadást nem fogja megpróbálni. Az oroszoknak a saját veszteségeik helyreállításával óriási gondjaik lesznek, hogyha lelőnek egy helikoptert, nem tudják újjal helyettesíteni, mert nincsenek alkatrészek. Ugyanez a tankokkal, amelyek francia alkatrészekkel műveket. Tehát minden, amit megsemmisítenek a harcmezőn, az ölökre elvész. Az ukrán katonai képesség pedig és a harci készség lesz az, amely a Putyint követő Oroszországban fontos lesz, és más nem fogja próbálni ezt az offenzívát újra.
elindítani. Köszönöm, egy utolsó kérdést talán még engedjünk meg. Köszönöm én is. Csundávik Péter vagyok, történész. Mit gondolnak Boris Johnson miniszterelnök szerepe mi ebben a konfliktusban, vagy amit ő betölt? Mert megragadta a lehetőséget, és megpróbált a koronavírus botrányból kimenekülni, hogy a háborús, azzal, hogy a háborús diplomáciába belelépett, és egy újfajta Churchillként akar feltűnni. Szerintem ez egy kicsit paradoxon, hiszen azt követően, hogy Nagy-Britannia kilépett az Európai Unióból, most egyszerre talán a legaktívabb európai ország lett abban, hogy Ukrajna mögé egyfajta koalíciót építse neki. Köszönöm, ki akar válaszolni, Michael? Én ír állampolgár vagyok, ami valószínűleg én vagyok a legközelebb az Egyesült Királyság establishmentjéhez, politikai establishmentjéhez, de nagyon örülök annak, hogy nem vagyok és soha nem is voltam Boris Johnson nagy támogatója vagy lelkes egyetértője. Az ukránok azonban szeretik őt, és nagyon szeretik az Egyesült Királyságot is. Az Egyesült Államok és az Egyesült Királyság, ahogy korábban mondtam, hosszú, erős alapokon lévő, megszakíthatatlan kapcsolat van az országok között, különösen a hírszerzési kapcsolatokban, és teljesen mindegy, hogy melyik oldalon nézzük meg, mindenki tud a másikról, és megosztja a másikkal. Nos, az, hogy Boris Johnson Churchillként akar feltűnni, és ezt közvetíti a brit választók közé, nos, ez azért van, mert ez az utolsó órája. Ugye katasztrofális politikája volt az Egyesült Királyság és az Európai Unió szempontjából is, és a transatlanti kapcsolatban is. Az amerikaiak szerették azt, hogy az Egyesült Királyság az Európai Unióban van, mert sikerül, mert ezzel lehetett segíteni az intézkedéseket alakítani, és mostanában Franciaországban, Németországgal kell hasonlót kiépíteni. Mondjuk ezzel semmi bajom, nagyon érdekes, az Egyesült Államok egyébként bejelentette, hogy mobil több célú harci eszközöket szállít Ukrajnába, ami nagyon jó, mert mindent, amit szállítanak, ugye 50 és 150 kilométer hatótával, az nagyon fontos lesz. Ezt a CNN-ben is bejelentették Bidennek. Igazolnia kell, hogy ez ilyen döntést hoztak, és azt mondták, hogy nem fogunk Oroszországgal persze háborút indítani. De másnap, már másnap Boris Johnson mit jelentett be? Mi még jobbak leszünk, mi a GN rendszerekkel fogjuk az ukránokat ellátni, ami még jobb az amerikainál is. Az Egyesült Államok adja az Egyesült Királyságnak ezeket az eszközöket, és az Egyesült, és neki is bele kellett volna ebbe egyezteni. És mégis mit mond az Egyesült Királyság erre, sőt az Egyesült Államok is a végén rábólintott. Nos, Ukrajnával kapcsolatban most ugye túlélte a bizalmatlansági indítványt Johnson, de nem tudom, mi lesz. Ezért fontos neki, hogy az ukrán háborúban milyen szerepet játszik, mert talán ezzel megnyerheti a következő választásokat. De ez brit belpolitika. Az USA Ukrajnával kapcsolatos felfogásában azonban semmi gondot nem okoz Boris Johnson. Emlékszem arra, hogy Boris Johnson Zelenszkivel is végig sétált, és közösen megjelent. Ezek nagyon látványos megjelenések, de nem tudom, milyen materiális eredménye. Jó, akkor a legeslegutolsó kérdés. Köszönöm. Én is ukrán vagyok, és az első kérdésem, hogy van-e elég támogatás, tehát elég-e a támogatás, amelyet az országok adnak Ukrajnának, mit gondolnak? A második pedig, hogy azok, akik itt vannak, mit tudnak tenni, a döntéshozókkal kapcsolatba lépjenek, a jótékonysági alapokkal, politikusokkal, a parlamenti képviselőkkel. Rengeteg önkéntes van, de nagyon sokan visszautasítják a segítséget, illetve csökken, kezdetben rengeteg segítség volt. Én magam is rengeteg
pénzt adtam, de nálam is ugye nem csak kormánytámogatások, hanem valami olyan támogatásra van szükség, ami intézményi, hogy program legyen, hogy koordinált legyen. És nem tudom, hogy van-e valakinek olyan kontaktja, kapcsolata, amivel ezeket a források gyűjtését rendszerezni lehet. Tehát valami általános, aminek erős hatása van. Mit gondolnak erről? Azok is, akik itt vannak, és az előadók is. Köszönöm szépen a figyelmet. Péter, a források gyűjtésével kapcsolatban mit lehet tenni? Bár tudnám. Nem vagyok elégedett azzal, amit az országok eddig tettek Ukrajna érdekében. És különösen, hogyha a fegyverellátást nézzük, különbség van egy az Egyesült Királyság és Amerika között, és a világ többi része között. Tehát ha azt nézzük, hogy Európa mit ad, az én megítélésem szerint, de András a katonai szakértő nem én, szerintem ez minimális. Én úgy gondolom, hogy nagyobb támogatásra lenne szükség, ahogy mondtam is. Ami eddig történt az Európai Unióban, az történelmi jelentőségű, még több civil társadalmi támogatás jelent meg Magyarországon, Európában egyaránt, és hogy mit tehetünk mi? Hát mi, a politikai kapitál azt teheti, hogy ilyen megbeszéléseket szervezünk, ébren tartjuk a kérdést, és mindenki a maga környezetében, a közszférában ezt kell, hogy tegye, beszélni kell erről, beszélni kell. Az, hogy hogyan lehet forrásokat találni, hát most azért nehéz ezt megmondani, különösen itt Magyarországon, mert néha az az érzésem, és most ez egy deskriptív kijelentés, nem normatív. Az emberek ugye hajlanak arra, hogy amikor szörnyű dolgokat látnak, akkor inkább elfordulnak. És például a holokauszt traumának a fogadtatása a német társadalomban is azt mutatja, hogy az embereknek egyfajta bűntudatuk van, és azt mondják, hogy jó, ez nem az én történetem, nem az én dolgom, és elfordulnak. Hogy hogyan lehet ezen túllépni? Nos, úgy gondolom, hogy egyre többet kell beszélni az áldozatokkal, bár nem vagyok meggyőződve arról, hogy pusztán kommunikációs célokból ez a megfelelő. Én sokkal inkább úgy gondolom, hogy a legjobb üzenet a magyarok és az európai választók és a közönség számára az, hogy ne a veszteseket sajnáljuk, mert Oroszország el fogja veszíteni ezt a háborút. A Ukrajna támogatása erős kell, hogy legyen. És minél nagyobb támogatást tudnak adni Ukrajnának, annál fontosabb lesz ez a nyugat számára is. Ez nem az eredeti értelemben vett pénzgyűjtés, és én magam sem ezen a területen dolgozom, de talán a panel többi tagjának jobb ötletei vannak. Nos, a támogatás. Van valami olyasmi, hogy ex-opciós katonai képesség, képzésre van szükség, nem csak eszközökre, logisztikára. Az M777-eseket viszonylag könnyű megtanítani, hogyan kell használni, de egy sokkal komplexebb rendszer, például a német páncélosok működtetése sokkal több képzést igényel. Tehát a katonatudomány és logisztika is van a mögött, hogy milyen tempóban és milyen mértékben lehet katonai segítséget nyújtani. Lehetne gyorsabb, ez igaz, de azért nagyon sok minden volt eddig is, és még több minden jön. Szerintem még néhány hét addig, amíg a nagy hatótávolságú nyugati légvédelmi eszközök megjelennek,
Ukrajnában, és ez nagyon nagy segítség lesz. Nem azért, hogy területeket nyerjenek vissza, ezzel egyetértek, de hogy feltartóztassák az orosz előre haladást. Még pár hét. Vannak, amik már ott vannak a harcmezőn, vannak olyanok, amelyek már Ukrajnában vannak, de még nem alkalmazzák, és rengeteg jön még. Nos, a pénz, a forrásgyűjtés. Nyíltan semmit nem mondhatok Magyarországról, úgyhogy ezt nem is teszem, de úgy gondolom, hogy a litván példa az lélegzetelállító. Az, hogy a drónok számára állami forrásokból, állami segítséget gyűjtöttek 3 nap alatt, nem csak általában támogatják, hanem valami konkrét dolgot vegyenek, egy drónt. Szerintem, hogyha ha én is gyűjtési kampányt akarnék rendezni, akkor a litván barátaimat kérdezném, hogy hogyan tették, mert szerintem ezt más társadalomban is meg lehetne tenni. Nem csak azt mondjuk, hogy általános help, vagy segítséget, vagy a szenvedő gyerekekkel segíteni, nem, segítsetek, egy drónra van szükség. Sokkal könnyebb egyébként úgy támogatást adni, hogyha konkrét dologra adjuk. Szerintem ezt a litván barátainktól el lehetne tanulni, de ez is csak egy ötlet volt. Így van, ne feledjük persze azt sem, hogy a nyugati biztonsági támogatásról jelentés is van, botrányok lehetnek ebből, ami persze nem jelenti azt, hogy a rendszerek nem érkeznek meg Ukrajnába. Tehát ne feledjük el, hogy nemrég volt egy sajtókonferencia, amikor azt mondták, hogy harci gépeket fognak Ukrajnába vinni, és mindenkinek elállt a lélegzete, és a lengyel kormány azt mondta, hogy igen, igen, ezt megcsináljuk. És valaki a lengyel kormányból azt mondta, hogy még 29-esek mehetnek Ukrajnába, és ebből nemzetközi botrány lett. De annak ellenére, hogy ez köztudottá vált, mégiscsak, azt hiszem 20, még 29-eket és egy SU-25-ösöket is kapott. Hogyan? Valahol Európában szétszették őket, elvitték, és a részeket Ukrajnában újra összeállították. Tehát mégiscsak harci gépeket kaptak, harci repülőket, de mégsem. Talán. Én azt hiszem, hogy egyébként Szlovákiában szedték szét, de ami a lényeg az az, hogy felfrissítettek az ukrán légierőt, és senki nem beszélt aztán erről. Nem lehet tudni, hogy a színfalak mögött mi van. És ez a drón, amit Litvániából kaptak 2014-ben, amikor az ukrán hadsereg nagyon rossz állapotban volt, a politikai establishment még rosszabb állapotban volt. És ez a fajta optimizmus és bizalomépítés az általános képességekre vonatkozóan nagyon fontos volt. És az ukrán társadalom rengeteget tett, olyasmit, amit az állam nem tudott megtenni, mert nem voltak forrásaik, vagy nem volt ismeretük erre vonatkozóan. Tehát az ukrán civil társadalom is fontos. Azért mondom, mert ugye felejtsük el a NATO tagságot, az EU tagság fontosabb, mert a politikai, társadalmi és gazdasági előnyök erősíteni fogják az ukrán képességeket. És ahogy itt a barátunk mondta, egy győzedelmes nemzet lesz, de ami még fontosabb, hogy minden szakértő, aki részt vett ebben a háborúban, rendkívüli dolgot végeztek. 3D-s nyomtatások, precíziós nyomtatások, amivel az orosz járműveket felrobbanthatták. Szóval mindez az előnye az európai közösségnek is, és az európai társadalomnak alapvetően. Teljesen egyetértek, hogy amit a litvánok tesznek, az döbbenetes, fantasztikus. És ne feledjük el, hogy a német kormány több mint 50 millióval támogatja, 5 millióval az ukrán humanitárius segítséget. Persze a svéd ellentmondásos vita, a finn tagsággal kapcsolatos vita, amit Törökország visszafog. A svédek persze nem vicceltek. Bejelentették, hogy a drónokat fognak gyártani kimondottan ukrán szállításra. És akkor Erdoğant így kiiktatták. A civil társadalom tehát megteheti azt, amit a kormányok nem. Minden olyan állam, minden állampolgár zűrzavart kelthet, vagy zajt kelthet, amit a kormányok nem. Köszönjük szépen mindenkinek a gondolatát, ötleteit, a paneltagoknak, köszönöm a hallgatóságnak a kérdéseket.
Köszönöm, hogy itt voltak. Hátul még kávé mellett folytathatják a beszélgetést, hogyha ráérnek. Köszönjük szépen. Mindenkinek kellemes délutánt és a viszontlátásra.